szokás szerint valamit csinálok. Hogy sulapite? A kérdés ugye, hogy mi lesz ebből? Hát egy új projekt. Az egykirekezéshez továbbiakban is mindenféle dolgot csinálok, és van nekem egy ilyen pivot órám, illetve egészen pontosan kettő is. Nyomtattam egy ilyet, sajnos. Vagy nem nézte meg rendesen, ez nem az, amire szükségem van. Egyébként ez arra lesz majd jó, hogy bármilyen szíjat rá lehessen fűzni mind a két oldalával, amire nekem szükség van, de mivel hogy gyári pöcköt akarom hozzá használni, annak meg van egy állító része, ezért ebbe ez nem lesz jó. Közben még kiválasztottam a megfelelő fájt, amire szükségem van, elindítottam. Mondom, hogy fél órán belül azért csak kész lesz, és akkor mesélek erről, meg az egész projekt. Alakul a holmi, pedagógus most már kész is lesz. Ameddig kisütöttem az új darabot, addig kicsit rendeztem ezt a dolgot, mert nem tökéletesek a beállításai a gépnek, úgyhogy csinálj egy csomó mindent, amit nem kéne, mert azért látszanak nyomokba. Nézzük meg, hogy ezt mi is. Vagy hogy mire jó. Elméletileg ez egy védő cucc ehhez. Most ugye szemetek által rakok föl. Először, úgyhogy én sem tudom, hogy aha. Ez a felét vagy rosszul raktam, ez belőle. Na, úgy tudik, hogy vagy nem nyomtatott pontosan a nyomtató, vagy dizájn problémáknak. Átfordítottam, most ez a gombhoz hozzáférek, viszont ezek így széttolják. A lényeg, hogy ezt a kezemen fogom hordani egy kerekűzés közben, és ha véletlenül az ember elesik, akkor ez ad neki egy extra védelmet. Hát szebb nem lett tőle, viszont egy extra védelmet kapok, illetve hogy föl tudom helyezni, hogy úgy, ahogy én azt szeretném, ahhoz kellett ezeket a kiegészítőket legyártani, akkor kell mindjárt nyomtassak még egyet, megnézem, hogy ez működik-e először. Nézzük, hogy ez, ha rendbe hozom, akkor belemegy oda, akkor gyártam ez a következőt is. Lassan indul az utolsó kör, ezt egy kicsit lehet, hogy eltúloztam. Az másik oldalra a pucika, amivel majd föl lehet rakni a dolgokat. Az van, hogy nem is értek a nyomtatóhoz, meg nincs is tökéletesen beállítva, pont ezért, és nem is nyomtat 100%-osan tökéletesen, úgyhogy volt itt gond, el kellett egy 10 percet játszadozzak, hogy ezt így be tudjam ide rendesen rakni. A lényeg az, hogy végül is sikerült, ha rajta van az egyik oldal. Meghekkelgettem közben ezt, és ez is nagyjából most már hozzáférhető, kicsit reszelni kellett. Úgyhogy alakul ez a dolog, most már csak arra pucka hiányzik, azon, hogy ki kell találni valahogy, hogy fogok fölhekkelni oda, ahova szeretném. Ráadásul nem hoztam magammal, amire fel akarom rakni, úgyhogy hát megint el leszek a mai nap folyamán ezekkel a dolgokkal. A lényeg az, hogy nyomtatok, amit nagyon-nagyon szeretek. Sokan nem értik se a közeli, se a távoli ismeretség különböző, hogy mi az Istennek nekem egy 3D nyomtató, meg mit élvezek rajta annyira. Hát itt körülbelül ezt, hogy kitaláltam valamit, meg kell oldjak valamit, amit nem lehet úgy megoldani, hogy szeretnék, nincs hozzá megfelelő eszköz, de az ember körbenéz az interneten, vagy megtanul 3D-be tervezni, akkor bármit, tényleg bármit meg lehet oldani a projekthez, és én ezt nagyon-nagyon élvezem. Szóval számomra ez valami zseniális, hogy szükséged van valamire, és egy 5-10 perc múlva egyszerűen lemered egy munkaasztalról az elkészült terméket, ami az előtte nem létezett, és neked egyszerűen vasárnap közepén szükséged van egy ilyenre, amit amúgy se tudnál megvenni, valószínűleg sehol, vagy nagyon nehezen tudnál beszerezni, és simán fogod magadnak, és kinyomtatod. És tényleg, még ráadásul hogy percek, aki úgy vannak, olyan dolgok, hogy 48 órát, vagy 72 órát, vagy egy hetet nyomtat az ember, de ilyenakkor még egyáltalán nem is foglalkozom, mert ahhoz értelem kéne a nyomtatóhoz, de alapszinten fogod magadat is egy ilyen pucukára szükséged van, akkor ez igen. Most tartunk 9 perc. Ez a 9 perc ez egy kicsit csalás, mert kb. 3-4 percig melegedett föl, vagy 5 percig melegedik föl a rendszer. Tehát ugye fölmelegszik a
maga a lap, a munkalap, illetve az a fej, ami megolvasztja a műanyagot, ami kifolyik. Tehát ez még ilyen 5 perce megy maximum, és ez ilyen 10 perces történet. Hogy kilenkesson egy ilyen kucokát, amit használni akarsz. Utána jó, ezzel volt utómunka, mert mondom, nem értek hozzá, kihagyta belőle ezt a részt, meg a look egy kicsit szűkebb lesz, de ez ilyen hőfok szabályzás, meg hűtés szabályzásokkal be lehetne állítani, és szép lassan, amikor az ember megtanulja használni a 3D nyomtatóját, akkor ezek biztos megoldhatóak. Ennyi volt. Tehát ez egy 8-10 perces mutatványal ki van nyomtatva a kucokat, leszeded, és már helyezed is fel a helyére, zseniális imád. Na, a második az mindig egyszerűbb, úgyhogy azt hiszem ez a projektnek ez a része, amit a nyomtatónál kell csinálni, az... Hát ez kész van. Tehát egy mini szíjat, amit majd fel akarok rögzíteni valahol, és most ez így már megoldható. Ezt szeretem, hogy egy órát, vagy 2-3 órát elszúrtam most itt bent, mert voltak egyéb gondok a nyomtató beállításával, de 2 óra alatt az ember tud csinálni egy ilyet, ami amúgy lehetetlen lett volna. Tehát a 3D nyomtató nélkül ennek a megvalósítása lehetetlen lett volna. Menjünk haza és nézzük meg, hogy beszereljük ezt a... Na, ez egy elég hosszú nyomtatás, mert még mindig csak 76%-nál tartunk, és csinálja szépen, rendesen. Ez egy opró kard lesz, egy bukós és akkor ilyen szelfi kardnak hívják. Hát ez is kell, mit gyártanom, mert be van készítve, kell vágjuk hozzá majd egy csavart, ami olyan hosszúságú lesz, ami szerintem jó lesz abban. De ezt, hogy addig nem ráncigálom addig a nyomtatás meg, mert akkor elszúrnék ott mindent. A nagy elmek ezek mindig sokkal izgalmasabbak, mint a kicsi. Életemben először próbáltam ki a supporttal nyomtatást, mert nem úgy néz ki, mint amit olyan egyszerű lesz, hogy lehet állítani, de simán tévedhetek. Eléggé a vége felé járok már, csak szerintem innen hiányzik egy 97% és 4 óra 16 perc. A felszínnek. Hamarabb végzünk. Ahogy mondtam, de még fölhoz egy foglalatot a csavarnak. Pillanatok alatt fölráncigálta, hogy ezt ilyen két pillanat alatt. Tehát 4 óra 20 perc alatt befejezte a dolgot. De még meglepetések a dologban a kapcsolatban. A leírás alapja lehet, hogy kicsi lesz ez a nyílás. Ezt reszelgethetem, hogy belemenjen a megfelelő méretű csavar. Illetve a supportokkal kapcsolatban, és sose csináltam ezeket az eltávolításával is. Kurván elhúzódott ez a nap, egy órára értem haza, és még mindig csak ott tartok, hogy van egy ilyen proof of concept story, arra, amit létre szeretnék hozni, tehát ez még nem a végleges megoldás, hanem amit éppen most így hirtelen így hajnali 1:30-2-kor találtam itthon. És akkor majd a legközelebbi videónkor valószínűleg már kész lesz, de lehet, hogy még csak ezzel a megoldással megmutatom nektek, hogy miért is csináltam ezt. Nem csak az a ment az időm, hogy az órára megoldjam ezt a dolgot, mert ez nem tartott volna sokáig, hanem ugye láttátok a videóban, hogy van más is csinál. Azon kívül, hogy még sose csináltam így, meg ez egy nagyobb modell, ami több mint 4 órás nyomtatásnak az eredménye, még meg akartam oldani, hogy ne álljon ki semmiből, úgyhogy kellett vágdossak még csavarokat is hozzá, hogy ne álljon ki semmi, mert nem szeretném, hogy a 360-as kamerának a képébe belógjon bármi is, hogy ez az új szerelés fönt a bukomon, remélhetőleg holnap ki is fogok próbálni, tehát alakul a bukós is, aki is elmutattam, de felragasztottam egy matricemre, föl lehetett tolni ezt a dolgot, amikor a tetejére akár 360-as kamerát, akár pedig egy normális GoPro kamerát vagy akciókamerát föl lehet rakni, úgyhogy épül tovább az egykerekűs projektem.